Régen volt, hol is volt címmel országos felmenő rendszerű vetélkedőt hirdetett a középfokú intézmények diákjai számára a Holokauszt Emlékközpont, a Raoul Wallenberg szakközépiskola és szakiskola, valamint a Raoul Wallenberg Egyesület. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint Karin Olofsdotter, Svédország magyarországi nagykövete látják el a vetélkedő fővédnöki feladatait. Raoul Wallenberg Egyesület éppen idén 25 éve lett alapítva, decemberben, most fogjuk, ha így nézzük, ünnepelni alapításának 25. évfordulóját. Egyesületünk tevékenysége kettős. Egyrészt Raoul Wallenberg és az embermentés történetével, hagyományával foglalkozunk, és az emlékeket próbáljuk ápolni. Ez a rendezvény is ebbe a körbe tartozik. Valamint Raoul Wallenberg szellemiségének megfelelően a toleránsabb társadalomért próbálunk tenni, mint egy hidakat építeni. A vetélkedőről annyit, ez egy országos vetélkedő, annak a második fordulója, középdöntője. Az első fordulóban, amelyre több mint 200 csapat, 230 csapat jelentkezett be, tesztet dolgoztak ki, és ennek alapján értékeltük a jelentkezők, és jutottak be a középdöntőbe. Országosan kb. 50 csapat, mind az ország különböző térségeiben, Pécstől Tatabányáig több városban tartunk középdöntőt, minden középdöntőbe 7-8 csapat jutott be, és ők vetélkednek, hogy bejussanak a döntőbe, ami április közepén lesz Budapesten. A verseny célja, hogy a holokauszt a magyar történelem a kollektív emlékezet részévé váljon, hogy az ártatlanul üldözött és megölt emberek és megmentőik emléke fennmaradjon.